Egészen a legjobb 16-ig jutott a Magyar Kupában a Sényűi együttes, ott viszont az MTK megállította a megyei első osztályt toronymagasan vezető szabolcsi csapatot. Szégyenkeznie is sem kellett a Sándor Tamás által irányított gárdának, mivel a Budapesten elszenvedett 4-0-ás vereség után hazai pályán 2-0-ra legyőzte az NB2 élovasát. A kupa menetelés jutalma, hogy a Sényű még egyszer pályára léphet a Hidegkuti stadionban. Ott rendezik ugyanis az amatőr kupa döntőjét, amelynek másik részvevője a Sényűvel együtt szintén a nyolcaddöntőben búcsúzó, az Zala megyei első osztályban élovas Nagy Kanizsa. Ha már eljutottunk ideig, és van lehetőség megnyerni egy ilyen trófeát, akkor mindenképpen szeretnénk ezt a döntőt behúzni, de igazából ez egy jó teszt lesz az osztályozóra, hogy mégis hol tart a csapat. Egyébként elég jó állománnyal rendelkezik a Nagy Kanizsa, jó játékosok is vannak, tehát mindenféleképpen ez elég húzós mérkőzésre néz ki. A Sényűiek egyik kulcsjátékosa, a korábban a Nyíregyháza Spartakuszban és a Budapest Honvédban is szereplő, télen hazatérő Kapacina Kevin jó formában várja a kupadöntőt. Kiskoromban itt nevelkedtem utánpótlásban. Itt is nőttem fel Sényűn, úgyhogy ezzel nem volt probléma, a srácok közül sok mindenkit ismertem, úgyhogy hamar ment a beilleszkedés. Jó formában vagyok, most a legutóbbi mérkőzésen a rakam az ellen 5 gólt sikerült szereznem, úgyhogy remélem, hogy tartom ezt a tendenciát. Marics Gábor tavaly a Baktoló Rendháza játékosaként vereséggel zárta az amatőr kupa döntőt. A támadó bízik abban, hogy ezúttal társaival együtt ünnepelhetnek majd a hármas hívszót követően. A csapat az most azt mondhatom, hogy most jó formában van. Ugye már az a legutóbbi két meccsen rúgtunk 15 gólt, mondjuk gyengébb ellenfelek ellen, de úgy érzem, hogy jó formában leszünk. Hát én személy szerint voltam már jobb formában, és ez tény is való, de én is próbálom csinálni a dolgomat, aztán reméljük, hogy minél jobb eredmények fognak is ülni belőle. A Sényű Nagy Kanizsa mérkőzés csütörtökön 17 órakor kezdődik. Az előzetes jelzések alapján több mint 300 sényűi szurkoló kíséri majd el a csapatot a Hidegkuti stadionba.